Az elmúlt héten tartották a fenntartható fejlődés hetét szerte Európában, több mint 3000 különböző rendezvénnyel. Mi most kezdjük a számunkra legégetőbb témával. Miért fontos, hogy a fenntartható fejlődés alapján cselekedjünk és éljünk? Mit lehet tenni azért, hogy véget vessünk a mindennapra jutó közúti tragédiáknak, hiszen vezető helyen állunk a közúti balesetek számát tekintve Európában. Borbé László államtanácsossal, a fenntartható fejlődés főosztály koordinátorával beszélgetek. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást! Tehát a kormányon belül működő fenntartható fejlődés főosztály az EDIT Egyesülettel közösen elindította a Biztonságos Románia projektet. Mit jelent az ez? És az imént már fel is vetettem ugye én az első kérdést, hiszen sürgősen szükség van a közúti közlekedési oktatásra Romániában. Romániában 2019-ben 96 halálos áldozatot követelt sajnos a rossz vezetés, és egymillió lakossal lebontva. Ez azt jelenti, hogy elsők voltunk sajnos Európában, ez az európai átlagnak a kétszeresét jelenti. És ennek több oka van, ezt próbáltuk ezen a találkozón is megtárgyalni mindazokkal, akik részt vettek a rendőrség részéről, a sürgősségi felügyelet részéről, és főleg azokkal, akik többet akarnak tenni azért, hogy az embereket oktassák, az embereknek mondják el, főleg a fiataloknak, hiszen 10 halálesetből, amely ugye alkohol hatása alatt van, 6-35 év alatti fiatalok vannak ilyen helyzetben sajnos, és ezért tárgyaltuk meg ezeket. És itt kell beszélnünk az utakról, kell beszélnünk a sofőrökről, ugye, nagyon fontos, és az autóról. Hiszen akkor, amikor Romániában most a régi autóknak az átlag, tehát az autók évének, hogy hány évesek az autók. Az átlag életkora, igen. Az átlag életkora, bocsánat, az átlag életkora 15 év. És engem nagyon sokat szittak azért a regadóért, ami ugye azt jelentette apropó a roncsautó programban. 2010 és 2012 között két év alatt 300 000 autót vontunk ki forgalomból, 10 évnél idősebb autót, és akkor bevezettük a regadót, ami azt jelentette, hogy lecsökkentettük 9%-ra a 10 évnél idősebb autók számát Romániában. Na most látjuk, hogy hol állunk, miután megszüntették a regadót 2017 elején. Tehát ennek több komponense van. És többet kell tenni ezért. Nem véletlen az a fénykép, amit feltettek önök, ahol ott voltak, csináltunk egy ilyen fényképet, és így feltartottuk a kezünket, hogy többet kéne tenni ezért mindannyian. Ezzel a nagyon lelkes társasággal, aki 2016 óta 125 000 gyerekhez és felnőtthöz jutottak el, és ezt folytatjuk a fenntartható fejlődési főosztály segítségével. Tehát a következő hónapokban sok iskolába fognak kiszállni és ilyen oktatást tartani. Persze ez nem olyan egyszerű, nem csak ezt lehet csinálni, hanem évek óta tárgyalják, hogy hogyan tudjanak ne új tantárgyat bevezetni, de több órát szentelni az iskolákban a közúti közlekedésnek. És itt partner a rendőrség is, a közúti rendőrség partner, más intézet is, de ezt össze kell fogni, meg kell szervezni, és persze kell egy bizonyos anyagi háttér. Úgyhogy én remélem, hogy, mert a legfontosabb szerintem a hozzáállás, hogy hogyan vezetünk, hogy hogyan tudjuk a toleranciát, azt, hogy engedjük el a másikat, hogy ne feltétlenül 4-5 perccel akarjunk odaérni hamarabb valahova, hiszen ez a különbség a között, hogy valaki 120-szal megy, vagy 70-nel megy az utakon, tartsuk be a közúti szabályokat, és vigyázzunk arra, hogy milyen autónk van. Hiszen nyilvánvaló az idősebb autóknál nagyobb a rizikófaktor, és sokkal könnyebben lehet balesetet szenvedni, és főleg persze itt az ifjú generációt kell felkészítsük arra, hogy felelősségteljesebben
vezessenek. Igen, hogyha jól értettem, az elmúlt héten szó volt arról is, hogy akár már az óvodától kezdve bevezessenek egy új, az élet különböző területeire vonatkozó felkészítőt. Tehát nem elég korán elkezdeni. Így van. Ezek a lelkes fiatalok körülbelül 2-3 éve már több ilyen nyomtatványt eljuttattak az iskolákhoz. Mi is fogjuk segíteni. A szülőknek is nagyon nagy a felelőssége, az oktatóknak is, és főleg mindenkinek tegye fel magának a kérdést, megéri? Megéri, hogy gyorsabban vezessek, ne figyeljék oda a másikra, és utána nem csak az, aki sajnos halálos balesetet szenved, a statisztikák szerint mindig, amikor egy ilyen halálosban, átlagban 4-5 ember még megsérül. Tehát elmondhatjuk, hogy ezentúl a román rendőrség, az országos katasztrófavédelmi felügyelőség és az országos főtanfelügyelőség bevonásával elkezdik az ilyen tájú oktatást? Igen, folytatjuk ezt, de ha már ugye erről beszéltünk, nagyon fontos, azért hozzátenném, hogy ez volt a fenntartható fejlődés hete, és naponta szerveztünk olyan akciókat, amely végül tényleg felvilágosító akció is különböző területen, például Románia itt az utolsó helyen van a gyümölcs és a zöldség fogyasztás terén, 42-41% csak a romániai lakosságnak fogyaszt gyümölcsöt és zöldséget rendszeresen. Volt egy ilyen rendezvényünk is. Nem igen, beszélve, ezt örömmel minőségű... olvastam, miközben íz tekintetében igen előkelő helyen állunk, hiszen az európai átlagnál jóval ízletesebbek állítólag a zöldségeink, gyümölcseink, hogyha minden nem igaz. Állítólag biztos, biztosan. Aki volt többet külföldön, ugye még pandémia előtt, akkor tudja ezt, hogy sokszor genetikailag módosított, sokszor csak a profitot hajhászó, sajnos cégek olyan termékeket termesztenek, olyan zöldségeket és gyümölcsöket, amely távol áll ettől a tényleg az itteni finom íztől, és ezért meg kell honosítani azt is, hogy a gazdák legyenek felkészülve arra, és egy rendszerbe, hiszen van ilyen rendszer például Maros megyében is, ha tudják, hogy jön az illető hálózat, amelynek üzletlánc hálózata van, és minden héten, minden két hétben egy bizonyos mennyiséget megvesz tőle, akkor megéri neki, hogy termesszen. Tehát ezt meg lehet rendelni interneten is. Most már az emberek azért jóval érzékenyebbek, itt arról is beszéltünk, ugye, hogy az élelmiszer pazarlás. Naponta 6000 tonna élelmiszer dobnak el Romániában. Tehát egy csomó olyan összetevője van ennek, ugye tudjuk, hogy hogyan vásárolunk, hogyan raktározzuk el azokat az élelmiszereket, amelyek ugye közelednek a szavatossági idő lejártához, akkor tudjuk még elhelyezni máshol. Tehát ez volt a téma, és azon kívül, ami engem nagyon megörvendeztetett, hogy Bukarestben lezártunk egy utcát, és 2 nap alatt több ezer ember egyrészt többet tudott meg a fenntartható fejlődésről, mert volt egy ilyen, elkezdve a fenntartható fejlődés szerencsekeréktől gyerekeknek adtunk ajándékot, akik válaszoltak, lehetett evezni a Dömbovicán, az Iván Pacajkin által elképzelt kanotka, így hívják ezt a csónakot, és döbbenetes, hogy Bukarestben most sehol nem lehet például a Dömbovicán csónakázni, és 5 éve nem sikerül a Mila 23 az Iván Pacajkin neve által filmjelzett, sajnos ő most már fentről néz ránk, ez az alapítvány nem tudta elérni, hogy legalább 4-5 helyen lehessen csónakázni Bukarestben. Úgyhogy nagyon sokat tennivaló, és minden kis szeletkéje a fenntartható fejlődésnek arról szól, hogy egy kicsit felelősségteljesebben gondolkozzunk. Próbáljuk megváltoztatni a szokásainkat, olyan értelemben, hogy egy egészségesebb életünk legyen, hogy szervezzük meg körülöttünk az életünket. Hogy jobban vigyázzunk egymásra nyilván. Jobban vigyázzunk az egészségünkre, hiszen látjuk, hogy mi van körülöttünk, és én azt hiszem, hogy ez a hét bebizonyította, ugye Sepsiszentgyörgyön is voltunk most a tegnap, és hát öröm volt látni azt, hogy ezelőtt 15 évvel
egyesek megálmodták ezt az inkubátorházat. Igen, de akkor itt mondjuk el, hogy a Sepsiszentgyörgyön a fenntartható üzleti inkubátorok rendezvényére került sor. Így van, de a lényeg az, hogy itt lelkes és egy vízióval rendelkező emberek nem csak, hogy benépesítették ezt az inkubátorházat, hogy ott ugye találjanak helyet különböző cégek, hanem volt elképzelésük, most már úgy tudom, 5 vagy 6 olyan klasztert, egy ilyen fürtöt ugye hoztak létre, most divatos szóval élve, ahol akár a biomassa, akár a textíliák újrahasznosítása, akár az erdőgazdálkodás terén most már van egy hálózatuk, hiszen a kulcs szó nagyon sok területen a hálózat. Megszervezték magukat, Európai Uniós partnereik vannak, és most már lassan lépnek tovább, hiszen Sepsiszentgyörgyön lesz egy új inkubátorház, tehát lám a helyi kezdeményezések hogyan tudnak országos vagy európai viszonylatban is számottevő tényező lenni. És működnek is ezek az inkubátorok, üzleti inkubátorok 15 év elteltével is? Így van. A mi főosztályunk is, én remélem, 4 év alatt bebizonyította, és ez tény, hogy regionális szereplő vagyunk, regionális központ, hiszen megteremtettük egyrészt azt az intézményes hátteret, amely azt fogja jelenteni jövő évben, hogy letesszük a politikum asztalára azokat a véleményezéseket, azt az első leltárt, hogy állunk 2020-ban, és egy víziót, egy tervet 2030-ig. És akkor persze ők remélem, hogy figyelembe fogják venni, különben jövő évben benne vagyunk ebben az UEFA újraépítési tervben. Jövő évtől beindítunk egy kiválósági központot, amely egy független intézmény lesz, de amely a közigazgatás szolgálja ki, és nem utolsó sorban ki fog képezni, remélem, 1500-2000 új mesterséget megtanuló embert Romániában. Ez az új mesterség a fenntartható fejlődési szakértő. Tehát itt nekünk megvan most 90 különböző intézményeknél dolgozó kollégánk, aki az elsők között megkapják ezt a képzést, de évek múlva mondhatjuk azt, remélem, hogy egyrészt többet tettünk ezért mindannyian, és van egy hálózat, amely megmondja a döntéshozatalnak, hogy mit kéne tenni különböző területen, elkezdve mezőgazdaságtól, egészségügy, infrastruktúra, és folytathatnám, hiszen a 17 fenntartható fejlődési cél az gyakorlatilag minden, ami körülöttünk mozog. Itt említette a 17 fenntartható fejlődési célkitűzést, és akkor ennek kapcsán eszembe jutott, hogy a fenntartható fejlődés hetén ugye részt vett az 5 legaktívabb ifjúsági szervezet is. Igen, az ifjúság, hát végül erről szól a fenntartható fejlődés. Úgy döntsünk, hogy a következő generációk éljenek jobban. És 5 lelkes szervezetet mozgosítottunk, egy napig ugyanott a Dömbovica partján különböző tevékenységeket folytattak, és lesz egy gálánk ebben az évben a második, ahol pont oktatás terén osztunk ki díjakat 5 vagy 6 entitásnak, de ugyanakkor lesz ettől az évtől kezdve minden évben 2 nagykövetünk a fiatalok részéről, persze olyanok, akik bizonyítottak eddig, és akik katalizátor szerepét tudják játszani a fiatalok felé, hiszen ugye a remény az bennük van, és mi csak meg kell teremtsük a feltételeket, hogy ők ugye ne csak álmodjanak szépeket, hanem utána ezek az álmok valósuljanak is meg. Beszéljünk néhány szót az Agenda 2030 tervről is. Mi az, amit ennek alapján próbálnak előkészíteni? Hát van egy új stratégiája Romániának 2018-tól, van egy miniszterközi bizottság, amelyet a kormány végül is a miniszterelnök vezet, van egy konzultatív tanács, ami én szeretem azt mondani, hogy a nemzet bölcsei, de tényleg olyan emberek, akik hát letettek az asztalra nagyon sokat ezen a téren, 34 nagyjából egyetemi tanárok, akadémikusok, nagyon sokan, akik értékesek, és velük együtt véglegesítjük ezt a tervet, cselekvési tervet, és ugyanakkor meghúztuk a vonalat 2020-ban, hogy áll Románia a mutatók alapján, van egy kapcsolat, partneri kapcsolat a
statisztikai intézete. Azon kívül beindítunk két hónap múlva egy platformot, ahol feltesszünk minden olyan elemzést, tanulmányt, összehasonlítod adatokat öt országból, Romániát beleértve, és ugyanakkor mi minden hónapban egy barométert végzünk, tehát egy barométer alapján, egy Európai Uniós projekt alapján minden hónapban a szubjektív mutatókat elemezzük, mi a véleménye az embereknek a különböző fenntartható fejlődési célt, kitűzéseket illetően. Tehát én úgy érzem, hogy Románia ilyen szempontból fel van készülve arra, hogy gyakorlatba ültesse az Agenda 2030-at, és elindítottunk egy olyan mozgalmat a társadalom terén, amelynek különböző elemei vannak, ugye, mint szeretem mindig megmutatni a Rubik kockánkat, ez a 17 fenntartható fejlődést tartalmazó Rubik kocka, ahol ha elrontod, akkor már nincs a helyén ugye minden kis kocka, és akkor helyre kell tenni. Igen, ezt kell tegyük a látni. Mi életünkkel, helyre tegyünk minden kockát, és akkor többet fogunk élni, akkor pozitívabban tudunk gondolkodni. Ha valahol elmozdul egy kocka, akkor már baj van. Ezt próbáljuk tenni, hogy tegyük helyre ezeket az életünknek a Rubik kockáit. Tökéletes volt ez végszónak. Borbély úr, köszönöm szépen, hogy időt szántál. Köszönöm, hogy meghívtak.